Gőzerővel dolgoztak a pékek, hiszen a mai napon se volt nagyobb bolt nyitva. Több munkát adott nekik a szállodák újranyitása is. A hosszú hétvége előtt mindig több pék árut kell sütni. Most se volt ez másként. Egy ilyen hosszú hétvége azért mindig feladja a leckét és más szervezést kíván. Nyilvánvaló, hogy jóval többet sütünk, mint máskor. Sokkal nagyobb az igény, családok vendéget várnak, sőt, ami nagyon jó, hogy a szállodák megnyitottak, és most már ők is rendeltek minden napra. A szállodák felé egyedi igényeket is ki kellett szolgálni. Mindenféle kenyeret, a szállodában természetesen kiflizsem le magvas dolgokat, meg az egészségesebb fajta kenyereket rendelték, de a vevők is ugyanígy. A szakember szerint nehezebb ilyenkor logisztikázni, de a karcagi pékség több évtizedes gyakorlata garancia minőségre is. Tulajdonképpen mindenből több kell, de azért 30 éves gyakorlattal már fel tudjuk mérni, hogy mire készüljünk, hogyan készüljünk, úgyhogy ez nem jelent semmi gondot, semmi problémát. Mindenből többet sütöttek, de természetesen a fehér kenyér a legkelendőbb. Mindig a fehér kenyérből, ezen kívül a teljes körlésű az, és az ilyen-olyan kovászos cipók. Váltott műszakban dolgoznak a pékek, és hát úgy sütünk, mintha tulajdonképpen minden nap sütünk, tehát az ünnepen is friss termék lesz, csak nem mindenki lesz nyitva. És van, aki úgy készül fel, hogy 3 napig nem akar boltba menni, még kis boltba sem, és nyilvánvaló, hogy akkor háromszor annyi, van, aki háromszor annyit kér, van, aki minden napra friss árut kér. Lacik Dénesné szerint az se gond, ha valaki ilyenkor többet vesz. Több praktika is van a pékáru eltartására. Én mindig csak azt szoktam ajánlani, hogy ne tegyék már nejlonzacskóba, mert egyrészt irritál a nejlonzacskó, mert abból előbb-utóbb szemét lesz, a másik pedig az állagát nagyon rontja a kenyérnek, hogyha egy konyharuhába csavarja, egy kenyértartóba beteszi, akkor semmi baja nincs az égvilágon. A legmegterhelőbb ilyenkor természetesen azért a pékeknek a munka. Hát fárasztó, meleg van, hajtani kell. A karcagiak időben gondolkoztak. Nem veszek több kenyeret, mert máskor is pénteken megveszem, és az hétfőre elég nekünk. 1 kiló veszek a fehér kenyérből, és 1 tök magvas kenyeret.